az a veszély fennáll, hogyha a szinkron szakma teljesen leáll, akkor megtörténhet az, hogy a szakmánk elhal, mert a forgalmazók dönthetnek úgy, hogy akkor mostantól meg kell oldják, tehát felirat. Galambos Péter szinkron színész legismertebb szerepe Dwayne Johnson. Most éppen a Szentendrei otthon a padlásán kialakított stúdióban mond fel hangos könyvet. Zámbori Soma több szupersztár mellett az Amerika kapitánya hangja is. Most dolgozó szobájában épp az emő csatorna hangjaként szólal meg. Bár néhány stúdió a mai napig nyitva tart, sokan mégis otthonról szinkronizálnak. Egyrészt vannak stúdiók, amelyek nyitva vannak. Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy ez helyes vagy nem helyes. Ők azt gondolják, illetve azt állítják, hogy olyan egészségügyi körülményeket teremtenek, hogy senki nincs veszélyben. Van, aki ezt elfogadja a szakmában, van, aki nem. Tehát van színész, aki kijár, és van színész, aki nem jár ki ezekbe a stúdióba. Ha mi színészek 20-30 centire így beszélünk a mikrofontól, akkor hát, én nem tudom, ember legyen az a talpán, aki ezt le tudja úgy fertőtleníteni, hogy aki 5 perc múlva bejön egy szellőztetés után, nem kap el semmi ilyen lehetséges mászkáló vírust innen. Tehát hát én például ezért nem megyek ki most sehová. Azért vagyok itthon. Én is pontosan így vagyok vele, és vagyunk így ezzel nagyon sokan. És ugye erre a helyzetre adott válaszként, hogy nagyon sokan meg nem mennek ki, és nem bíznak ezekben az intézkedésekben dolgoztunk azon nagyon sokat, hogy a színészek, akik ezt megtehetik, és képesek egyfajta változásra és rugalmasságra, azok szerezzenek be egy otthoni technológiát, és a stúdiók, amelyek nincsenek nyitva, mert vannak stúdiók, amelyek nem nyitottak meg egyáltalán, egy hónapja zárva vannak, azok átálltak az otthoni munkavégzésre. Csomó olyan munkátokat más kapta meg, aki viszont hajlandó elmenni a stúdióba? Történt ilyen? Nem tudok erről, hogy történt valami lecserélés, ezt megmondom. Én tudok. Tényleg? Persze, hát van stúdió, igen? Amelyik nyitva van, van stúdió, amelyik nyitva van, igen. Hát ezek mondjuk narrátor munkák, tehát ez nem az, hogy a Dwayne Johnson-t XY csinálja helyettem, mert a Dwayne Johnson mozifilm az egyelőre nem készül, annak a szinkronja nem készül el, mert nincs hol bemutatni, ugye? Tehát ez ilyen. Ezek ilyen értelemben nem egy ilyen személyhez kötődő valamik, de mondjuk egy sorozat, aminek 10 éve én vagyok a narrátora, és egyszer csak így megszólal más valakinek a hangján, azért, mert az illető kimegy és elvégzi másnap a munkáját, tehát ilyenek előfordul. Hallottam olyanról is, aki kiment, megcsinálta másnak a munkáját, és szólt a gyártásvezetőnek, hogy azt a gázsit egy az egyben legyenek szívesek átutalni annak, aki eredetileg a narrátor a munkának. Ugye van egy réteg, aki kijár dolgozni, mert bátor. Van egy réteg, aki nem jár ki dolgozni, mert így gondolja, és van egy réteg, akinek semmilyen munkája nincsen ebben a pillanatban, ezért létrehoztunk egy szociális alapot, talán erről az előző interjúban is szó volt már, ami arra van, hogy annak a rétegnek, aki semmilyen munkához nem jut, annak legyen egyfajta jövedelem, és azt kértük a kollégáinktól, hogy bárhol az ebben az időszakban, bárhol dolgozik, otthon vagy bejár, a gázsiának a 15%-át fizesse be ebbe az alapba, hogy ebből tudjuk majd támogatni a rászorultakat. Abból indulunk ki, hogy mindenki a legjobb szándékkal közelít ehhez a helyzethez. Tehát senkiről nem feltételezzük azt, hogy ártani akar a másiknak. Az tény, hogy vannak stúdiók, akik felhasználják ezt a szituációt arra, hogy több munkához jussanak. Olyanról is tudok, hogy megpróbálják elcsaklizni egymás megrendeléseit. Tehát van egy stúdió, aki bezárt, és egy másik, amelyik nyitva van, az megpróbálja elcsaklizni a bezárt stúdiónak a munkáit, mert hogy ők nem végzik el, mi viszont itt vagyunk, mi el tudjuk végezni. Tehát van ilyen is, de azért akkor is azt feltételezzük, vagy legalábbis szeretnénk azt feltételezni, hogy itt mindenki a túlélés, a szakma túlélése érdekében dolgozik, és nem kizárólag a saját bizniszére koncentrál. Annak ellenére, hogy látjuk, hogy vannak olyanok kollégák is, és stúdiók is, akik csak és kizárólag a saját túlélésükre koncentrálnak, de hát az üzlet, meg azért itt kiderül mindenkiről, hogy milyen valójában. Bocsánat, be kell engednem a stúdióba a kislányomat, meg kell kérdezem tőle, hogy mi újság. Mondjad, Maja. Ez a home office. Milyen természetű munkákat lehet csinálni otthon? És csináltatok is. Reklámot csináltam, akkor különböző ilyen online oktatási sorozatot csináltam, meg hát én innen home office-ból meg tudom oldani az állomáshang feladatomat is a Magyar Televíziónak. Különböző tantárgyak az elsőtől a negyedik osztályig, könnyed, szórakoztató formában. Reklámot én is csináltam, hangalámondást csináltam, én már csináltam szinkront is egy tévésorozatban, egy kereskedelmi televízióban, ezen kívül mi van? És én most főleg hangos könyveket veszek.
Most beteszek ide néhány történetet, amik szerintem magukért beszélnek. Talán nem is kell kommentálnunk. Konkrét mozifilmet még nem csináltatok otthon? Nem. Nem is lehet, hát meg ugye, amit mondott Galamb is, tehát az leállt, tehát nem, most nem mutatják be a mozikat, tehát hogy az nincs. Technikailag lehetne? Az necces. Szerinted necces? A mozi az igen, az más. Tehát mozi szinkron egy közepes otthoni technikával, egy rosszul szóló szobával nem lett felven. Mozit nem lett volna. A fantasztikus hangmérnök kollégáink azt csinálták az elmúlt egy hónapban, hogy minden színész, aki beruházott egy otthoni technológiára, ami ebben a pillanatban az ő ajánlásuk alapján mondjuk egy ilyen 60 ezer forintos belépő kategóriájú mikrofon, azok beküldték a hangmintájukat, mindegyik, aki otthonról akar dolgozni, és a hangmérnököt mindegyiket meghallgatták, és mindegyiknek tanácsot adtak, hogy mit csináljon a szobájával ahhoz, hogy az úgy szóljon, hogy elfogadható minőséget tudjon produkálni. Azt gondolom, hogy ez nagyon szigorúan egy átmeneti helyzet. A szinkronizálás mindenképpen. Tehát az egy vészhelyzeti protokoll, azt gondolom. Szerintem hosszú távon ennek semmiféle létjogosultsága nincs, hogy itthonról szinkronizáljunk filmeket. Egészen egyszerűen ez egy művészeti munka, ezt ne felejtsük el, amihez több ember közös együttműködésére van szükség. Egyfelől, másfelől meg egy olyan technikai követelmény kell hozzá, amit nem tud garantálni minden egyes magyar színész és stúdió. Tehát ilyen értelemben szerintem marad a stúdiórendszer. Az, hogy a hangalámondások, azok a műfajok, aminek a művészeti követelményei nem olyan magasak, mint a szinkronizálás, az azt gondolom, hogy egy bizonyos mértékben át fog csúszni az otthon, a home office-ra, mint ahogy eddig is volt erre bőven már példa, csak mint hogy sokkal több ember alkalmas már erre a szakmában. Vannak stúdiók, akik olyan magasra teszik az ő szakmai mércéjüket, és akkor abszolút jó szándékon fogalmazom meg ezt a dolgot, hogy azt mondják, hogy egy olyan szintű romlása, lerontása lenne ennek a szakmának az otthoni munka, amelyben ők nem kívánnak részt venni, és ez egy teljesen érthető álláspont. Az, amit nem tud működni, az a fizikális kapcsolat, meg élő kapcsolat nyilván, illetve most érted, mondok egy szerelmes jelenetet. Tehát egy szerelmes jelenetet filmszinkronban sokkal jobb, izgalmasabb élőbb fölvenni úgy, hogy itt van a partner veled, és együtt veszitek föl. Holott ma már nyilvánvalóan nagyon sok mindent külön sávban vesznek föl, mert ez egy olyan előírás, de hogy erre érted, azt mondom, hogy amikor pár évvel ezelőtt már arra tértünk, hogy szinte mindenkit külön sávon kell fölvenni, ez az én személyes véleményem erről, én egy picit éreztem változást a szinkronban, hogy úgy fura füllel azért lehet azt hallani, hogy, de ez lehet, hogy már csak egy ilyen nagyon-nagyon éles white fülűség, hogy hát érezni, hogy nem volt ott egyszerre a két színész. Érted? Tehát ezt például biztos, hogy nem lehet karanténban megoldani, hogy hát akkor ezt majd idejön a kollégina, és akkor itt fölvesszük nyilván. Tehát én abban bízom, hogy amikor majd vége lesz ennek az egész karantén helyzetnek, akkor jaj, de nagyon jó lesz majd megint egymást megölelni, dumálni, kezet fogni, ropogtatni, és azt mondani, hogy együtt állunk a mikrofon előtt, azért, hogy még élőbb és még jobb legyen az az anyag, amit mi szeretnénk kiadni a hangunkból, és a torkunkból, és a kezünkből.